Sziasztok, Miharu vagyok. Azt szeretném nektek ebben a videón bemutatni, hogyan lehet gyorsan egyszerűen otthon elkészíteni elfüleket, hiszen rengeteg olyan anime, illetve játék van, amiben elfek vannak, és szeretnénk lekoszpléjelni, illetve ez a fül téma, ami nagyon sokaknak kérdéses, és hogyan szerezzék be, vagy hogyan tudnánk egyszerűen csinálni. Én ilyen kis elfüleket készítettem, amik könnyen és egyszerűen a fülre helyezhetőek, és egy kis, és akkor igazából ott is marad. Ezt könnyen otthon is elérhetjük, semmi ilyen speciális dolog igazából nem kell hozzá. Aki jártas a cosplay készítésben, illetve aki nem csak most kezdene hozzá, azoknak sem lesz túlságosan nehéz dolguk. Kezdjük el akkor. Nézzük először is a sablon formát. Először is rajzoljuk meg. Attól függ, hogy ki milyen alakú vagy hosszúságú elfület szeretne. Bármilyen alakút, hosszúságút nyugodtan megcsinálhat. Nem lesz belőle semmi probléma. Akinek nincsen szintén semmi tapasztalata az ilyen készítésben, akkor én úgy gondolom, hogy egy átlagos fülméret olyan 4,5 és maximum 5 centi környékén van. Én most ezt egy 5 cm a szélessége, a kezdő szélessége. És a hosszúsága, hát én igazából ezt nem mértem le, de a kezdő hosszúsága az viszont 16 cm. Ha ilyet szeretnénk, akkor ha ezzel megvagyunk a megrajzolással, mindenképpen ajánlom, hogy ilyen vastag papírra rajzoljuk meg. Ha ez megvan, akkor kivágjuk, és ebből kettőt kell készítenünk. Akkor vágjuk is ki. Meg is vagyunk. Utána ezzel a két formával megvagyunk. Akkor nagyon olcsón lehet szinte bárhol beszerezni dekor gumit. Én ilyen darabokból fogok dolgozni, ilyen maradékokból. Egy A4-es lap méretűt lehet vásárolni, méghozzá különböző dekorboltokban. 100, maximum 130 forintba kerül egy A4-es lap méretű dekorgumi, úgyhogy ez sem egy ilyen horribilisztikus összeg. Ha ez megvan, akkor ezt a formát rárajzoljuk a dekorgumunkra. Ezután mi a dolgunk, amit előzőleg kivágtunk papírból. Azokat így óvatosan ráhelyezzük a dekorgumunkra, és akkor vegyük elő a ragasztópisztolyunkat. Akinek nincs ragasztópisztolya, az se keseredjen el. Egy olcsó pillanatragasztót is használhat. És itt van a ragasztópisztolyunk. Nagyon vékonyan kezdjük el a ragasztást. Nos, mi a dolgunk ezek után? Itt lyuk van. Ez eddig rendben. Ahhoz, hogy rámenjen a fülünkre, a dekorgumit egy bizonyos U-alakban kivágjuk. Ezzel meg is vagyunk, félig meddig már teljesen meg vagyunk. És reméljük rá is, mint a fülembe. Mert ha nem, ez probléma. De rámegy. És ha ezzel meg vagyunk, akkor már csak pár dolog és pár lépés választ a tökéletes elfülünktől.
méghozzá a festés, illetve hogy még életű legyen maga az eredet, mint egy normális fülnek van eredete. Akkor nézzük. Hogyan lehet gyorsan egyszerűen eredetet készíteni? Erre a fehér felületre szintén használjuk a ragasztópisztolyunkat, akinek nincsen ragasztópisztolya, az is könnyen megoldhatja, ugyanis elővesz összetépkedett papír zsebkendőt, és azt elkezdenem sodorni. És ha készen vagyok, és vékonyra megsodortam, akkor ezt a vékony sodrást elkezdem ráragasztani ide. Ide a szélére. És így teljesen végig, illetve a másik oldalt is. De ha akinek ragasztópisztolya van, úgy mint nekem, akkor elég, hogyha egy erőteljes vastag csíkot, nem kell, hogy tökéletes legyen, mert a fülünk sem az, illetve az elfekvőle sem. Vastag ragasztócsíkot odahúz. Ezzel meg is vagyunk az erezettel. És most várjuk, hogy megszáradjon. Amíg szárul az első fül, ugyanazzal a technikával készítsük el a másodikat is. Meg is vagyunk ezzel. Hagyjuk száradni. Ezt kezdődjön hozzá a festés. Mivel is festhetjük, én ezt a színpalettát ajánlom. A megfelelő bőrszint a kezünk bőréhez hasonlítva addig keverjük a fehéret, a barnát, illetve az okkersárgát, amíg nem kapjuk meg a hozzánk illőt. És azt hiszem, hogy meg is vagyunk. Ezt most félretehetjük száradni. És a száradás megvan, utána gyorsan is egyszerűen felrakhatjuk magunk a delfüleket. Ha esetleg biztosabb tartást szeretnénk elérni, és nem akarjuk, hogy mindenképpen hogy leessen, ha izgöny mozgunk, futunk esetleg, akkor mindenképpen ajánlom, hogy használhatjuk az elfüleknek a belsejére, vékonyan műszempilla ragasztó, és a műszempilla ragasztóval így rárakjuk, és egy kicsit rányomjuk, és higgyétek el, ott fog maradni, és nem fog leesni. És ki fogja bírni az egész pont. Remélem, hogy sokat segítettem ezzel. Ismét próbálkoztam. Sziasztok!